A párhuzamos és a merőleges szerkesztés után nézzük meg most a tükrözés parancsot. Ezután pedig még röviden bemutatom a forgatás és a léptékezés lehetőségeit is. A tükrözéshez először hozzunk létre egy alapobjektumot, ami egy mosolygós arc lesz, létrehozunk egy kört, benne két szemet, és az ívvel egy mosolygós szájat fogunk rajzolni. Itt is van az alapobjektum. Ugye a tükrözésnek mindig van egy tengelye. Ezt grafikusan általában nem szoktuk felrajzolni, de azért, hogy egyértelmű legyen a parancs működése, föl fogok rajzolni egy tetszőleges tükrözési tengelyt. Ezek után adjuk ki a parancsolba a TU, azaz a tükrözés utasítást. TU Enter. Ki kell választanunk az alapobjektumot, a kijelölő dobozzal ezt meg tudjuk tenni, majd a kijelölést az Enterrel lezárjuk. Ezután meg kell adni a tükrözési vonal első pontját, a tárgy azt sokat segít ebben, megadjuk, majd ahogyan megmozgatjuk a mutatót, már is látjuk, hogy a kívánt pozícióban, hogyha azt elértük, és klikkelünk az egér bal gombjával, milyen másolat, azaz tükörkép jön létre. Most ráviszem a mutatót a megrajzolt egyenes másik végpontjára, és klikkelek az egér bal gombjával. Ilyenkor megkérdezi az objektum, hogy akarjuk-e törölni a forrásobjektumot. A kacsacsörök között az N karakter van, azaz nem. Ha az I-t ütnénk be, akkor a tükörkép után a forrás objektumot törölné a parancs. Maradjon nemen, azaz Enter. És létrejön a tükörkép. Most nézzük meg ugyanezt, hogyha letöröljük a forrást, tehát kijelöljük az alapobjektumot, TU, Enter, megadjuk a tengelyt, majd azt mondjuk, hogy igen, és létrejött a tükörkép. Tulajdonképpen a tükrözés parancsról ennyit célszerű tudni. Egy apró kiegészítéssel, mégpedig a szövegek kezelése. Hozzunk létre egy egyszerű szöveget a DS utasítással, és a magassága legyen 2,5 rajzi egység, ezt elfogadjuk, elforgatás 0, a szöveg pedig AutoCAD alapismeretek. Alapismeretek, majd két Enter, és létrejön a szöveg rajzelem. Picit ránagyítunk, ki is töröm ezt a tengelyt, mert már nem lesz rá szükség. Most a szöveget fogjuk letükrözni, TU, és adjuk a tengelyt. Lehet látni, hogy nagyon hasonló a parancs futása, létrejön a szöveg. De aki szemfüles, az láthatja, hogy ha ez igazi tükörkép lenne, akkor pont fordítva kellene megjelennie, azaz balról jobbra a tükörképen a szöveget nem tudnánk így elolvasni, hiszen fordítva kellene megjelenni a karaktereknek, tükrözve. De nagyon sokszor ez az alapértelmezés, ahogyan a tükrözésen működnie kell, nem célszerű, hiszen a szövegeket nehéz olvasni. Ezt a funkciót, hogy hogyan is működik ez a funkció a tükrözésen belül, azaz a szövegek kezelése, egy belső változó kezeli. A belső változókról már volt szó, gépeljük be, hogy MirText, ez a belső változó, aminek a kacsacsörök között az alapértéke a nulla, azaz a szövegek olvashatóak maradnak tükrözés után. Ha most beütöm ide azt, hogy egyes, akkor már valódi tükörkép jön létre, kiadjuk a TU tükrözés parancsot, kiválasztjuk a szöveget, majd egy Enter, megadjuk a tükrözési tengelyt, és láthatjuk, hogy valóban itt most már a tükörkép valódi, hiszen visszafele lehetne elolvasni ezt a szöveget. Ugye, ha amikor az autónkban ülünk, akkor visszapillantó tükörben tudjuk például a tűzoltó autókra fölírt szövegeket is elolvasni. Tehát itt is erről a dologról van szó. A tükrözés mellett a forgatás utasítás, ami nagyon gyakran előfordul, ehhez rajzolok egy téglalapot, kijelölöm, és beírom a forgatás utasításnak az alapparancsát, hogy for, és
azt mondja, hogy adjuk meg a bázispontot, tehát azt a pontot, ami körül fogunk elforgatni, legyen ez a bal alsó koordinátapontja a téglalapnak, bal egér gomb klik, már az egér segítségével el tudnánk forgatni, de most megadjuk a szögértéket, és pozitív irányba 45 fokkal fogjuk elforgatni a rajz elemet. Lehet látni, hogy létre is jött. Ha most még egyszer kiadjuk, és az alappontnak a másik sarokpontot adjuk meg, akkor a körül fog elfordulni ez a rajzelem. Most legyen 120 fok, azaz negatív irányba fogunk forgatni, az óramutató járásával megegyezően ütünk egy entert, és létrejött az új rajzelem. A forgatásról egyelőre ennyit célszerű tudni. Ami még sokszor előfordul, az a rajzelemeknek az átléptékezése. Ehhez a lépték parancsa van szükség, rövidítése LE. Üssünk egy entert, válasszuk ki az átléptékezendő objektumot, enterrel zárjuk le a kijelölést, és adjuk meg a bázispontot, legyen most megint a bal alsó pont, és már is egérrel elvileg át lehetne szépen léptékezni, de ez egy olyan parancs tipikusan, ahol célszerű beadni numerikusan a lépték tényezőt. Ha egynél nagyobb értéket írunk be, akkor nagyítunk, ha egynél kisebb értéket, akkor pedig kicsinyíteni fogunk, majd beírom azt, hogy 0,8, és összemegy. Ha Enter-t ütök, újra kiadom a lépték parancsot, legyen megint a bal alsó a bázispont. Ha a lépték tényező most legyen 10, most 10-szeresére fogjuk felnagyítani az objektumot. Lehet látni, szépen megnőtt a téglalapunk. Természetesen rajz csoportokra is működik ez az utasítás, ugyanúgy, mint a forgatás vagy a tükrözés. LE lépték, a bázispont bárhol lehet a modelltérben, most itt veszem fel, és az egész csoportot fogom a ötszörösére nagyítani, és szépen minden az ötszörösére nőtt. Nagyjából ezek az utasítások azonos logika mentén működnek, ki kell jelölni az objektumokat, meg kell adni a bázispontot, ami körül mondjuk forgatunk, léptékezünk, vagy meg kell adni a tükrözési tengelyt, és az új rajzelemet létrehozza az AutoCAD.